Háló, srácok! Sziasztok újra! Itt vagyunk, itt az új Team of the Week, Halanda az élen. Aki elvileg nem biztos, hogy nyit, de van egy Wernerünk is, egy Elem Werner, hoppá. Meg egy Benyeder, meg egy Leo, meg egész jó kis Team of the Week amúgy. De most tényleg jó. Vannak benne jó lapok. Viszont a játékkal van valami baj, szerintem. Egyébként Champions-on ott vagyunk, úgyhogy lesz hétvégi VL. Reméljük, minél jobb sikerünk lesz meg amúgy. Most elvileg úgy van, ha minden igaz, ugye a Holland az nem nyitható még, csak az OTV-ből. Viszont péntek estétől már nyitható lesz ő is. Team of the Week lapként is. Miután lejár az OTV-ben. Egyébként nem tudom, valami van a játékkal, de mindjárt megpróbáljunk egy Rivals-t. Nem bírtam játszani a... Meg akartam próbálni a Team of the Week ellen meccset indítani, de kidobott a játék kétszer is, szóval nem tudom. Hogy mizu? Ja mindegy, egyelőre jó. Még. Na is kiderül. Elvileg searching-el, úgyhogy... Üdv mindenkinek, sziasztok srácok! Na nézzük. Jó csapata van szép. Ajajajajajaj, mit keres itt a kapus? De meglepett, hogy ide értem úgy. Mi ez a flipper meccs, srácok? Ez eddig ez... Az igen. Jó, hát... Van az így. Oké, okay. Üdv újra. Hallod, Holland bekerültem úgy a Team of the Week-ba. Csak úgy mondtam, de ez mit csinál? Egy kis víz megártott a nap neki. Ez mit csinál? Az igen, kösz. Már jó sok van neked amúgy.
Ay, basket. Amúgy ha nem vagy előfizető, akkor elveszik a rangot, az alapító rangot. Hát eddig is előfizető voltál, és most még nem volt ott a nevednél. Baszik, rúg már be. Ez a dipálja amúgy. Hát van, hogy kurva jó, van, hogy kurva szar. De inkább a másodikba tudnám sorolni. Az az. Bazzák, és megfogta, hát nem hiszem el. Azt meg már amúgy nem direkt lőttem rá. IED. Hát mi lenne az IED? Ja, fel akarsz venni? Mert van külön IED? Hát szerintem rám tudsz keresnem. Vagy csak számot tudsz oda beírni? Azt hittem gólt rukkolzom. Jó, meccs után megnézzük. Hol tudom megnézni azt? Azt tudod? Nem hiszem, mert ezt is kivédte, bazd meg. A faszom ez a kapus. Hát geci mindent kivéd, bazd meg. De ez a gyerek, ez mi a faszomat csinál, geci? Már fődegesít. Nem támad, nem védekezik, de a kapusa mindent kivéd, bazd meg. Jó, te meg szaladj 5 méteres lesre. Nézd meg, geci, de folydegel. Hát mi a faszamat csinál? Meccs után megnézzük, hogy mi az időm. Csak addig nyomozz ki, hogy hol tudom megnézni, már így most itt nem vágom. Azok ezt is kivédte. Hát ez repül, fekszik, mászik, ez mindent csinál, geci. Úgy van. Mutatok majd, mutatok. Lejátszom ezt a meccset, azt utána megnézzük. Csán infomágus, hello, hogy vagy? Mi a helyzet? Ki ne lép, bazd meg? Hogy verjelek el? Jó gyorsan letelt a fődőm. Sok kihagyott helyzet. A gyerek véletlen megnyeri a meccset, bazd a kapusát, magasba emelheti.
Ez az. Vagy megnyújt a lába a védőben. De utána azt mondjuk, hogy geci, leszerelsz valakit, azt nálam marad a labda. Várd a fizut. Nincs bajta, ezért csapattam. Jó, gondold meg, hogy biztos akarsz ezzel játszani. Nézd meg. Egyszer rugott kapura, bazd meg. Egyszer, a kurva anyját neki már, nem azért. Egyszer jutott el kapura lövésig, bazd meg. Köcsök kapusa, bazd meg, már hányat megfogott? És milyen konzol lesz? Tessék. Csak a most... Most úgy árulják a PS5-öket, hogy FIFA-son. Azt hiszem FIFA... FIFA-s PS5-öket árulnak. Szerizes. Na, hát az olcsóbb valószínűleg, mint a PS5. A PS5 most nagyon drága lett. Bár de most... Annyi adják, mit csinál ez a gyerek, geci? Annyi adják a PS5-öt, mint amikor én vettem két játékkal. Úgyhogy kipostázták még Bécsbe is. De ettől hosszabban nem tudtad volna megtolni? De jó, pont ilyenkor laggolsz be, amikor kidobja a kapust neki. Az internet halljátok. Geci, nem tudom milyen világtalan ellen játszok, de folytagasít. Nézd meg. Ez tiszta bolonda van. Hát csak ahhoz kell egy... De mi ez a gyerek, geci? Hát tényleg fölérdekel. Bárcsak ezért mindig ilyen hülye ellenfeleink lennének. Hogy halálnak, Gurizt? Nézd meg, és ezt is megfogta, bazd meg! A kurva nyár neki, mám azért. Hát minden megfog. A kapust az bírja hívni amúgy állandóan. És meg kirúgál. Ez jó, teljesen jó. Még most nem láttuk, hogy azért rárúgtam a labdát. Thank you.
have you made of this? Well, they should have had this wrapped up long ago. Some of their football has been excellent. They're going to need to be resilient in these final 2 weeks to get their much-deserved victory. Hang on to the ball. Ismarlemos. De gyengék vezünk a passzak. Szerintetek a... Srácaim, szerintetek mit játszik ma a PSG a Benficával? Illetve a Manchester City a... Szerencséd van. Nem is tudom már melyikkel. Az ez a Cassie amúgy jó. Hát ki kéne rakni. Ott a gól! Azt mondod, nem áll. Nekem amúgy nagy szorzót adtak a PSG-re. 1.75-öt adtak rá, az amúgy nagy. PSG-re meg főleg. Legalább nem sérült senki. Na ez egy free win a gyerek amúgy, csak... Tök a holland, messziről milyeneket tekerészik. Na, ez egy free win volt. Crossplay-t akkor megtaláltad? Sikerül? Mindjárt mutatom a taktikát, jó? Még amúgy nem, nincs véglegesen beállított, már most ilyen össze-vissza beállítottam van. Például védekezőm most nem igazán van. De hát itt nézd meg, itt amúgy izé... Itt engednek kópozni, látod? Itt írja is, hogy mik a lehetőségek. Squad, Division Rivals vagy Friendlies. Na hol van az ID? Hol tudom az ID-t megnézni? Igen. Nyomom. Igen. Sanyi, ez 777 az ID-m, ott van. Amúgy, látod, jó, IE ID, Sanyi, ez 777. Mindenhol ez vagyok. Nem tudnak velem izélni. Csak van, hogy egy hetesre többet kell beütnöm. Ott is vagy, látod? Na, el vagy fogadva. Elfogadtam. Miért nem rakod be? Nem vagy online? Na mindegy, majd ma este megpróbálom leszedni akkor a PS4-re. És akkor holnap megnézzük, jó? De ezt nem tudjuk streamelni, mert az nagyon sok mindent szét kéne most már szednem.
Ha már teljesen az ötre vagyok összekötve. Na, mutassam akkor a taktikát, itt vagy? Akkor ez a... Hát ugye most izé... Neked másabbnak kell, hogy legyen, mert nem tudod átalakítani a Casemiro CM-be például, én a Kantét átbírtam. Jó. Én várok erre rájra. Egyébként jól lassú ez a két védő, ez a Ruben Dias meg Laport. Szerintem befogom őket, most már nagyon sok lapon van, tudnék SBC-zni valakit. Max egy kis coint ráköltenek és ennyi. De figyeld meg, tök sok 84-esen van amúgy. Meg 83-asok is. Sőt, még visszahozni is tudok, mert például Orbán, meg Ramos, meg Mark Wixell-eztem. Annyiszor kijöttek. Jött valami normális SBC? Mai nap. Kiraktam amúgy izét a Marki matchups-ot, de semmi nem jött belőle. Thiago? Már most van 83 plusz upgrade. 82-es tíme cserébe. Azt is ki tudnám rakni, szerintem. Jó, megrakjuk most. Nem annyira izgat. Milyen pakot ad? Small, ezt nem szeretem. Mindig tali van az Isten. De hát a bagos, ez is hát az izé. Adnak kártérítést. Van, Raki promo pack-ek vannak amúgy. Most ez az alap. Arra jöttem rá, hogy ez a press after possession loss-nál jobban letámadnak, mint a heavy touch-nál, viszont nem fáradnak annyira, mint hogyha pressure-en lennék. Most feltoltam a szélességet is, meg a védelmet is. Hát te ne told fel, ez szerintem 50-45-nél följebb ne told. Neked lassú a két középső védőd. Ne told följebb. Nekem Ramos? Faszom. Militao meg Varane, azok nem lassúak, szóval... Őket följebb lehet tolni. De hagyd egy 50-en szerintem, max. Hogyha nagyon szarú védekeznek, akkor vidd vissza 45-re max. Meg most fast build-öm, meg possession-öm van ez a felállás. Hát ezeket te is tudod, hogy mindig közepes vagy lentebb. Instruction-ök. Sima get in behind. Meg mondjuk get in out the box. It stays central, get in behind. Itt van. Mentem. Na itt get into the box.
ezt nyom be. Meg a Get In Behind-ot, Haalandnál Stay Cent, vagy középcsatárnál Stay Central, Get In Behind. Itt ugyanúgy Get In Behind, meg hogy érkezzen a szögletre, vagy a beadásokra, bocsánat. A két, hát nem tudom, hogy melyikbe fogod végül. Lehet, hogy te neked csak egy lesz, de azt rakd Stay Back-re, mindenféleképpen, meg mind a hármat, hogyha védeked, hogyha sima hármasba vagy, Cover Center legyen mindenkin, jó? Hát itt én irányítóval játszott. Nem, ez 4-3-3. Sima. Nézd. Csak neked nem ez, nem a camos lesz, hanem a CDM-ös. Egy CDM, meg két CM lesz neked. Szerintem. Vagy hogy is csináltuk neked a... Te mit küldtem? Két CM, meg egy CDM, igen. És az ne a CFS, hanem az ST-s verziót választ. A 4-3-3-2. Zárója 2. Azt a felállást. A 4-2-3-1-et is mutatom majd, az a következő lesz. Hátvédekre meg stay back-et rak mindenkire. Hát itt a 4-2-3-1-en még nem nagyon változtatgattam amúgy. Na, megvan? Instructioneket azokat te is tudod magadtól amúgy. Na, 4-2-3-1. Ugyanúgy ez a... Hát próbáld ki ezzel a heavy touch-a, ha nem, akkor rakd át possession loss-ra. Ez marad, nálam ez így mind 50-en van, meg fast build, direct passing van. De ez már ugye nem a kezdő taktikám, hanem az átállt. Instructionök ugyanaz. Sima get in behind. Be sincs állítva kb. Annyi, hogy érkezzen a szögletre. Ugyanez, érkezzen a... Nem, mindig szögletet mondok, de beadásra. Meg ő itt free roam van. Ugyanez, érkezzen a beadásra. A két izé... Zárja le a passávokat, stay back és cover center. Mind a kettő védekező középpályáson. Itt a szélsőket én arra állítottam, hogy jointa attakoljanak. Hogyha gyors szélső átvédjeid vannak. Ugye nyilván nálam Cancelo meg Mendy azért elég gyorsak. De lehet, hogy elég, hogyha azt rakod be, hogy stay back, hogy ne támadjanak el. Csak egy annyiból jobb, hogyha te támadsz, akkor egy kicsit ugye segítenek, és könnyebb kipasszolgatni több játékossal. De ezt ki kell próbálnod, hogy mennyire megbízhatóak. Például Jordi Alba nálam egy szar volt. Neked meg ő a bal hátvéded. Nálam ő róla nagyon sok gólt kaptunk, bár akkor még nem volt Militao meg Varane a kezdőben, hanem a Ramos meg az a balfasz Muki ellen volt. Egyelőre ennyi. Meg most állítottam be ezt, van egy 4-4-2-m. Az egy ilyen. Ha gondolod, de ezt nem állítottam még be. Ez csak ilyen alapokra. Nem nagyon próbáltam még, annyi, hogy comeback-on, defense-on vannak a szélsők. Meg get in behind-on. Többi stay back, cover center, csatárok, get in behind. Itt is stay back. És igazából ennyi. De annyi, hogy mindenki visszábbjön kicsit védekezni, kivéve a két csatár. De ők is balanszban vannak, szóval valamennyire ők is. Meg van ez a 4-2-4. Amúgy nálam defenzívra van állítva, de egyébként az egy támadó felállás, ahol a szélességet kitoltam 60-ra, a mélységet meg hagytam 50-en. Ugyanúgy ez lassú felépítés, possessionnel, ugye helyezkedéssel, és ezek elég alacsonyan vannak. Itt a szélesség is maradt
50 an. De itt úgy van, hogy hogy szinte minden hátvédjét, akivel passzolgat, azt le tudod zárni. Szóval lehet vele labdát szerezni. De itt is visszajön védekezni, ők maradnak középen elől. Ugyanez. Itt a support run-csa állítottam Get in Behind-ra, hogy ne mindig szaladjanak ki lesre például. Hát csak neked akarok segíteni. De hogy jó van, akkor megyek játszani. Edző van a házban, 31 pontos kvalitoltam a ver. Nézzük, remélem sikerül megint meg a följebb jutnánk egy zászlóval. Másik kalapba. Kunk a gólt rugott. Aha. Az amúgy szép! Ja, egyébként hallod, hogyha nem válik be a Zsota, azonnal vegyél egy Nyúnyezt. Ez, figyeld meg, tuti gólt fog rúgni, nem egyet. Ez nem lehet tartani. Ennek nagyon jó, ez a gyerek ez jó játszik, tuti. Tud csapatot építeni. Már most tali van metaplayerre a klubja. Hogy kezdője nap. Gyek, ez mit csinál? Meg van hívva. Labda átlövéssel, nem direkt hagytam el a labdát, haver, nem tudom mit csinál. Csapata az jó, de nem biztos, hogy jó is játszik. Az még jó lehet? Aha, lőtt fölé. Bazd meg ez a Dembélé. Hát épp, hogy megnyomtam a gombot. Ezt úgy be kellett volna vernie, mint a szar. Add ide. Ki fog lépni? Nem? Akkor jó. Egyébként próbálj meg a Ruben Dias meg a Laporte helyett beszerezni mondjuk egy Akanjit. Egy gyorsabb közép átvédet. Gyerek amúgy az támad ám mindenkivel, akivel csak bír. Az igaz. Ki megy? Andrew Robertson.
Hát, sem megint egy életerős passz volt. N'Golo Kanté. João Cancelo. Dion. To get tighter here. A decent delivery. Well, threat over for now. Showing teamwork and commitment. Dembele. Bernardo Silva lose a gap to his opponent. Vagy ezt a Joe Gomez-t esetleg. Ő is a kész jó. És ő nála itt pont ez a jobb hátvéd. De a közép hátvéd is, azt hiszem az az alapozia. Sokkal jobb, mint a Ruben Dias Laport 2-s, szerintem. Metább. Nem tudom milyen árba mennek, de ez baj. Úgy nem. De így igen. Az meg ez a játék. Faszom! Ezt én kurtam el, bazd meg, kurva varam. Persze, véd ki! Várjuk meg, hogy kijátszottam. Az igen, tudatos passz. Anyád, ezt nem akartam így látra kúrni. Ilyen rosszat lőni is talán. Ja, hihetetlen, hogyha megvannak a helyzeteim, csak nem bírok gólt rúgni. Adtam neki egy gól előnyt. Próbálgatod a taktikát? De mi ez a visszapassz? Azok agyfasz kapok az ilyen szarpasszoktól, komolyan mondom. Nézd meg, ezt is kivédi.
Tchouaméni. Here's Valverde. Well, Gabriel Jesus had a lot to say for himself in the first 45. Sum up his performance for us. Igen, pattanj vissza hozzá. Megint olyan életerős passz tudott adni, hallod, hogy... Hihetetlen. Figyeld, de hol a hülye holland meg nem mozdulna, geci. Hát nem győzöm nyomogatni neki, hogy takarodjon már befelé a pályára. Na végre. Vége van, most már innen nyerünk. Legalábbis bízok benne. Szétkapik a gyereket. Nincs más választásunk. Győzelem vagy halál? Lehet, hogy halál lesz. Ilyen passzokkal meg főleg. Jó. Nézd meg. Vezenek, azt kívánom annak is, aki ezt a passz kitalálta, hogy egész nap csak passzolgassam a FIFA-ba. Kapufa, valószínű. Geci ezt a flippert, ami most van. Araú, az. Nem hiszem el, baznak, hogy kivédi. Ó, Istenem. Ah, hagyjál már, bazd meg. Szia! Kösz a free goalt, visszaadtad. De amúgy az is bug volt, tuti, mert gyerek biztos nem akkor átnyomott, hogy egy 5 centire így felemelje a halannak. Nevetséges szerintem, de mindegy. Itt az ideje, hogy cseréljünk. Frissítem a fiúcskákat. A férfiakat felfrissítettük. De nézd meg, de reagáljam lehet rá, bazd meg, mi a faszom ez? So
Hihetetlen bazen, ki fogja hozni döntetlenre. Persze, hogy nem megy el odáig. Ez se. Azaz. Azért miért kell izzadni egy győzelem még egyszer, nem hiszem el. Na megvan. Győztünk ismét. Már nem sok kell amúgy 6. osztályhoz, haladunk szép lassan. Ismét kikaptál? Hát én már nem tudok velem csinálni. Hát te lehet, hogy az voltál, aki... Egész jó az átlagom, 59 győzelem, 4 döntetlen, 30 vereség. Nem is annyira vészes. Te lehet, hogy az voltál, aki a FIFA 22-be futott végig, azt higgyák most a csoportokba. Hogy fussatok, hogy nem bírtok. Igaz? Amúgy, ja, itt nem lehet cselezni. Bár itt csak izé, passzolgatni tudsz kb, azt ennyi. Nem tudsz cselezni benne. Nem is lehet, hallod? Nem bírod megcsinálni a cselt normálisan, mert elakad a labda. De tényleg. Csak úgy tudsz cselezni, hogyha nincs körülötted senki kb. Mert hogyha már van egy olyan ember, aki tud védekezni egy kicsit, akkor nem tudsz cselt csinálni. Vagy nagyon prón kell cselezni. Meg egy jó taktika kell hozzá akkor. Találkoztam már onnan, jó megszapatott egy pár szó. Na, ez, látod, ez már ilyen futóbolond lesz. Hú, de nyomja a gép, geci! Ez gyémánt alakzatban van. 4-1-2-1-2. Ami azt jelenti, hogy a szélen a védőim könnyen fő tudnak jönni. Ez nekem az repültem. Szerintem is. Cseréld le a Akanjira meg a Joe Gomezra azt a két balfaszt. Lehet, hogy jobb lesz egy kicsit. Te hova raktad, meg kinek vissza? De nézd meg, mit csinál a holland? Miért nem fejel? Az az azon, amit sehova.
linking up with other players. It's when he's in and around the penalty area, that's when he's at his most dangerous. When he plays little one-twos around his marker and then plays the next forward pass into a run. Так видя там нам будет там лошо. And the ruling is offside here. Lemar. Mendy has it. And it wasn't a great pass, was it? Vagy nem tudom, mennyi pénzed van amúgy. Bazd meg, és kivédi, hát nem hiszem el. Ajjaj. Köszi. Az viszont nagyon szép gól volt. Kunyha. Amúgy az is jó, az a Mateusz Kunyha. Hát ez, bazd meg! Faszom, nem igaz, nem hiszem el! Meg be kellett volna menni. De tipáj elrontotta olyan. Elhagyja a labdát futás közben, hallod, hihetetlen. Esküszöm, néha azt se tudják merre forgolódnak szerintem, de bazdmeg azért tovább bírja vinni. Gyerek.
Hát persze, hogy pofára se. Nehogy a hollandot kibírd indítani. Na végre. Ousmane Dembélé. Beverte. Egyenlített a Celtic a Lipcse ellen közben. Szaladok Hollanda. De hát, ha nem volt. Nem megy be. Gondoltam be azon. Láttam a labda ívén, hogy ez nem fog bemenni. Nagy mázlia van a kis kecsögnek. De ami késik, az nem jön időbe. Pont már lőttem volna a power shotot. De ezt nem hiszem elhallod, ezt a lelassítást. Meg ezt a kiindítást, gyerekek. Ez mi a nem script amúgy? Hogy kiugrik az emberem, szerel, aztán hirtelen megáll és utoléri mindenki, vagy ez hogy van? Aztán meg egy indításba olyan rossz pasztot, hogy hihetetlen, hogy még csak ember közelébe se. Ez a durva. Hát te meg el ne indulj. Na, vannak felállások a City meg a PSG meccshez is. Bappé, Neymar, Messi, Mendes, Verratti, Vitinha, Hakimi, Ramos, Marquinhos és Danilo. Ez a csapat, ennek nyerni kell. Mikor vette a labdát? Az Lesz. Azért. Ajaj. Lehet meg jó, hogy nem oda nyomtam, de ki gondolta volna.
Não é Ariel Veda, mano. Miért nem bírunk be a két passz megcsináljunk, csak kettőt? Mondom kettőt! Azt erre előre vágja, geci. Akkor passz nyomom. Ott a gól! Bernardo. Csúnya gólt. De berakta. Az öreg Bernardo. Mekkora gól, geci! Az szép volt. Beívelés, nagyon szép volt. Meg a Dipa érkezés, nem bírta elfejenni a gyerek. Boom. Na, ez szép volt. Ott a holland bomba. Az gól. De nem baj, 4-2 jó. Noyer. De mi? Hát ebbe beleért. Hát ezt nem a holland rúgta mellé. Ez mi? Bagos? Ez az ember légy, gyerekek. Na, nyerte egy meccset, jó? Szép. A kvaliba? Én is nyertem. Itt a... Ja, simán, Rivals-ba. Nyertünk itt egy meccset a... Ohoho, egyből dupla szorzom volt, most nézem. Már csak egy izősz, hatodik osztály. Melyikbe vagy ma amúgy? Hetedikbe vagy még? Hoppá. Pézek állnak a házhoz. Remélem az ment el, akire gondolok. Ja, kettő is még hozzá. Küldök egy izét neked, speci.
Elküldtem, majd nézd meg. Hatodikban vagy? Remélem mindjárt én is ott leszek, egy meccset kéne nyernem hozzá. Ma nem akarom, hogy mindenki tudjon róla. Ez nagy mennyiségben. Nem egy darabot, nagy mennyiségben. Bevágott, ha már mindenki tudja, akkor nem lesz ez jó. De nem talál, nem bírnak velem, bazzi, nem talál nekem ellenfelet. A game. Na nézzük! Nézzük, mutasd a csapatod! SG, Hues, Derne! Deha, Dalo, Niaket, Uppa, Malassi, Zakari, Diaby, Sain, Gabriel, Nyugny, de bazen mindenki ezzel Gabrielle, meg Nyugny ezzel jön. Előre is elmersz indulni, vagy veled mi van? De mit csinál, Getsz? Nem is ezt nyomom. Ó, oh, becsavartam szögletből, Getsi! Ott van! De jó! Ez az. Hú! Az nagy gól volt. Gyerek nem akarta visszanézni, pedig megért volna egyet. Mi az a bug? Halló? Nem akar elindulni a gyerek. Az gól. Helyett kapufa. Az a gól. Bazd meg, mondom speci, ezt a kurva nyugyeszt vedd meg. Hát bazd meg, a nyakán táncoltatja a labdát. Nem bírom elvenni tőle.
faszom. Már megint ez miatt kaptam gólt, mert bugos ez a player. Nem baj, haver, a szögletet benyomhatod, nekem az már öröm. Jó, ezt a védést is te. Na, megint kiösszak... Már befele megy. Kis butta. Á, majdnem. Köszönjük. De ne, hova? Hát direkt a Hollandot indítom el. Az meg ez a játék, geci. Ám lett bennem fordulni se normálisan. Igazából nem is fordulnak az emberek, kanyarodnak a játékba. Mint a buszok. Na, az lesz. De viszont szabad akkor, nem? Azért. Ne! Fasz már, azt hittem kijön a kapus, de akkor is szar lett volna. Mekkora passz volt pedig. De mi ez a sok kapufa, bazd meg, Holland? Nem csinálja, meg se csinálja cseltem, úgy az a vicc. Jelva nyomom Dembélének semmi. Labda volt, spori. Ki ne állítsd? Ja, úgy csak sárga. Ugye ez megint addig izél, mondom, gól. Nem lehet oda lépni. Akkora bugos a játék már megint, hogy hihetetlen. Script. Menj már be! Fazza meg, de nézd meg! Egy centire van a labdát és nem bírja utolérni. Na, de egyes volt, tehát Bernardo. De ez durva amúgy, amikor tényleg ilyen egy centire vagy a labdától, és a kapus 5 méterre hamarabb odaér. Még a scriptes gólokat még szeretjük. Just
meg a laggot is. Ez a hihetetlen, komolyan. Nagyon ügyes vagy. Nem én kaptam gólt szögletből. És kivédi. Amíg az. Tizi. Hát ez nem igaz, bazd meg! Hogy a faszomba védik ki állandó? Hát még persze, bazen még ő támadja, rúgjon is gólt. Van szépen visszakanalasztjuk neki. Hát, ezt figyeld. Itt az újabb script. Mondtam. Hát ez hihetetlen. És még játssza az agyát, geci. Erígy már innen, he. Hogy lett valaki erre tartád? Szöglet gól után nem játszottad ennyire az agyad. Az csúnya volt, haver. Ilyenkor meg milyen lassú a hollanda amúgy. De nem is oda nyomom, akkor miért oda passzolod ki, skriptes köcsök? Hihetetlen amúgy. Fog már meg, te szerencsétlen, na végre. Na, ez az guricski a... Fú. Nehogy előre dobd, akkor azt nyomom. Vagy speci Upamecano is elég kemény. Nem bírok elmenni rajta a hollanda. Nézd meg. Miak Hati. Ilyenek lefutják a Dembélét, bazdmeg. Tiszta szégyen. Advantage of the situation, and they'll regard that as a very disappointing end to the move.
A Lipcse vezet 3-1-re. Kezdve. Kikrukták. Dominik játszik amúgy. Ja, lőtt egy meg nem adott gólt. Adott egy gólpasszt. Szabó adott egy gólpasszt, srácok. Meg volt egy meg nem adott gólja lesz miatt elvileg. Timi! Mi lett a grafikával? Nálam omlott össze. 4-3, mindegy srácok. Ott a gól Hollande, piszkált ki a vele. Ott a hatodik osztály. Elsőig meg se áll. Ez a 4-2... 4 amúgy adja. Ez jó felállás. Ehhez a csapathoz legalábbis tök jó. Na, de valószínű, hogy innen már tovább nem fogunk ma feljutni. Mindjárt nézzük, hogy mit adnak ezért hónap. Egy Jumbo Premium Gold 26, egy 82 plusz, meg egy Prime Gold Player Pack. Ez itt a jussunkat. Úgy nem vagy itt, speci. De nem nyomod. Várja csak. Well, settings, crossplay. Aha, lehet, hogy azért nincs beállítva. Lehet, hogy azért nem látlak. Mindegy. Jó, ma hagyd szóljon. Nyomjuk tovább. Srácok, aki itt van, és új lenne, ne felejtsen a követést megnyomni. Nagyon fontos. Nekem is, meg nektek is, hát látni szeretnétek a videót majd. Az élő közvetítéseket. Speci, akkor te így most nem kapsz reklámot, mi? Előfizetéssel. My name is Dennis Ray, and
Kontaçanı. Helyes, helyes. Bazzák, te hülye voltam. Hollandnak kellett volna. De ennek is nyugyázza volt. Az mi védés? Kurta. Amúgy védési animációk sokkal jobban meg vannak csinálva, mint a 22-ben. Itt tényleg azért vannak ilyen reflex védései a kapusoknak. Talán egy fokkal jobbak, mint a 22-ben a kapusok, de itt is kurvosok gólt kapnak amúgy. Adlás, de kár. Nem bírt visszajönni egy centit. Most csak fél óráig zártam ott a szögöt. Kösz. Kemény passz volt az is. És kapufáltuk, bassz meg. Ott a fejes, jó. De jó, hogy ez a holland gyors, magas, meg minden bassz meg. Csak kell ne rúgna ennyi kapufát. Az is jó. Ne, de szép lett volna pedig. Épp, hogy lecsípte. De legalább akkor oda menni, ahol a labda van. Az szép volt.
Lőtt egy fakupát. Nagyon lesen volt. Nem is neki akartam igazából. Sajnos lesen volt. Azért Koulibaly mindenhol odaér. Ott a holland gól. Ezt nem kérdezi. Kamera nézett. Ezek az olyan, mint hogyha ilyen bugos operatőr lenne, hogy direkt lemarad a kamerával, vagy nem tudom. De rossz passz volt. És mi volt? De megint elhagyta a labdát. Köszi! A kis holland megint bevert egyet. Szépen lefordultunk. Ajjaj, az nem jó. Azt nem is oda akartam. Szép volt. Nagyot lőtt a gyerek amúgy. Jó. De ez az eredményjelző tábla megint bagos. Neked is írja speci az ilyen hülyeségeket? Vagy srácok, nektek is írja? Akik játszanak, hogy ilyen Jeffir a két kapus, meg ilyen hülyeségek. És hogy a kapusok shotja 0-0. És csak elment odáig. Nesze. Fiszkált kell virat. Dig.
Látod, mondom, hogy lehet kópozni. Te még azt mondod, hogy nem lehet. De... Tizi! Az. Pedig amúgy labda volt szerintem. Na most hova rúgjuk Hollanda? Amúgy kapcsolt ki speciest is szerintem. Ki azt is ki tudod kapcsolni, hogy izé, milyen sessionre keresni, hogy kapja kóposokat vagy nem. Na végre. Megint egy holland gól. Most jöttem fel hatodikba. Még nem is játszottunk még olyan túl sok live-ba, azt nem mondom. Be is kvaliztam. Quali 31 pont lett. Délutáni streamben ott van. Visszatekinthető amúgy. És hát itt nyomtam sok rival, de pontgyűjtés volt a lényeg igazából, nem a szintezés. Most már így, hogy megvan a pont, most már így komolyabban veszük. Meg találtam egy úgymond jó taktikát. Ezt most azt varratjuk. Eddig egész jó. Illik a csapathoz is. Nem érte. Mit meséljek, bro? Ezt is kivitte. Mi kellene? Taktika? Ebben a videóban amúgy pont ez nem olyan rég megcsináltuk. Szar lett. Most nem adta be a szöglött gól, mint előbb. De Jung. Az kemény volt, geci. Az majd főkerül szerintem YouTube-ra. Az a gól. Szosszú. Egyébként egy 4-4, vagy nem, 4-2-4-es felállás. Dika Varan. Dika Holland. Megint egy holland gól. Egy 4-2-4-es felállás. Nem bírnak Hollandal. Szembő, watch for it. Ennyi is elég lett volna. Ott van még egy. Nem tudom, ezen a meccsen már hányat lőttem vele. De elég keményen lehet vele lövöldözni a gólokat. Nem
car 0 spasse. Azt lefújt a neki akcióba, szegény, nem lett maga becsület gólja. Pont izé itt lett volna a lehetőség, azt belefújt. Itt vagy Nympho? Már megmutathatom amúgy. Hány gólt rúgtam Hollanda? Csak 6-ot. Az nem is olyan sok. Egy 12 lövésből 7 gól. Ki jött belőlem az állat? Ha itt már többet kell nyerni, hogy följebb juss. Kíváncsi leszek a hétvégi VR-re, biztos kurva erős csapatok lesznek. Meg ellenfelek. A Nympho, hogyha itt vagy, akkor írj a chatbe, hogy ráérsz, megnézed, akkor megmutatom a taktikát. Igazából az alaptaktika nem lényeg, és az 4-2-4 az egész jóra sikerült most, én úgy érzem. Egy jó csapatta nagyon jól lehet vele meccselni. Közben gyors megnézem a Reálnak a kezdőjét. Hogy állunk fel. Lunin véd, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Tchouaméni, Valverde, az amúgy jó. Rodrigo, Benzema és Vinicius, ez is. Akkor nyer rá, remélem. Nem örülnék neki. Benfica PSG-n pedig játszik Messi, Neymar és Mbappé is. Úgyhogy ott is várom a gólokat. Megnézzük a City-t is. Ederson, Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Gomez. Milyen Gomez? Ezt nem ismerem. De amúgy középpályás egyébként. Mahrez, Gündogan, Silva, Grealish, Alvarez és Holland. Jó csapat elkészítés otthon. Foden csak csere, meg De Bruyne is. Hát jó, mindig nem játszhatnak. Hát jól látom, Nympho nem vagy itt, úgyhogy akkor megyünk tovább. Pillanat, srácok. Basszus. Beleborítottam a üdítőimet a billentyűzetembe. Már ügyes vagyok. De igaz. Még szerencse, hogy amúgy ilyen olyan billentyűzetem van, hogyha beleömlik valami, mint például ez, van egy ilyen luk az alján, ami kifolyik.
És így most nem a billentyűzetem lett csurom víz, hanem az asztalom. Hála jó Istennek. Meg hál' Istennek nem cukros üdítő volt, hogy nem fog ragadni. Mindjárt nyomjuk srácok egy pillanat. Feladatom. Good evening on what is a perfect night for football, the floodlights shining down on the players as we speak. My name is Derek Ray, and sitting next to me here on the commentary gantry is the former Arsenal and West Ham United midfield man, Stuart Robson. And what we have coming up for you is a live division rivals contest. How do you see it panning out, Stuart? Well, Derek, as is always the case, the team that dominates midfield will be the team that controls the flow of the game. And that, for me, is the area that's key today. David Raum.
Ryan Grafenberg. And he read it well defensively. Moving forward effectively. Haaland! And a goal! Szaka, szerint Haaland beindult. Kajak Di Mariával keverget itt. Jó, a Dybalától azért félnek, az gól is. Kecse Cuadrado, az gyorsan volt. Hopps, Haaland. Ezt megint berúgta. Egyébként, hogyha Hollanda megállsz, akkor ott vége. Akkor tudja elveszik. Hogyha lendületben vagy, nem szabad vele megállni. Nagyon forgolód nem jól forgolódik. Legalábbis architektel. Inkább a lengti az a sebességet favorizálja nála, a végsebességet méghozzá. Nem áll! Jó, a lakó is be. Keep that sequence going, unfortunately.
Ай-ай-ай. Скетч второй шла за пас. Smajtver. Čekaj, zbog YouTube ovo je takiš dolgom. No, vlazat u Dortmund sa vijelom. Kár, hogy a Varán van abban a lövő pozícióban. Egy csatár lenne, azt tudik gól. Na, add már ide. Az gól. Azt már láttam, mikor lendítette a lábát, hogy ez be majd szép. A Dybala amúgy jó játékban olyan. Na úgy néz ki, most megszakad a sorozat. Á, mondjuk még van egy fél idő, úgyhogy... Pancserkedek. Viszont ha kikapunk, lehet, hogy ez az utcsó stream. Vagy mi match streambe. Stream az nem az utcsó, de persze még rá is laggolok. Na, Holland gólt rúgott, vezet a City. Meccset akarok nézni, amúgy srácok, ne haragudjatok. Ha bírok valamit, nem tudom, hogy mit közvetítnek. Most le se tudtam követni, kirő hova pattantam. Figyeltem YouTube miatt, elhúzott. Meg vezettem kétszer is. Majd már oda balzol.
Gyere már már. Na ez Jeffrey-ér két kapus, shots, az 3-5. Ez nagyon komoly. Beadott egy Valverdét. Ez szép gól volt amúgy, nem tudok már valamit kezdeni, már nagyon elmond. Hát, belefáradtam egy kicsit. Itt egy győzelmekbe. Na, ez mi volt? Miattak meg a játékosaim? Hát a meccs, ez most, itt most kijön minden, amit az előző 5-6-7-8 mérkőzésen nyertem kb. Vagy a mai nap. Vagy mondjuk az előző 6-7-0-ás meccsen. Ezek tavaly játszottam volna 7-0-át, amikor főjutottam az elitbe. Az nem akart ilyen könnyen összejönni, mint az a 6. osztályba való. Az igen, a Rashford mekkora gólt verdik. A hülye. Az bement. Boom. A léc alá. Akkor viszont cseréljük. Meta playerekkel játszik nagyon gyerek. Adam Traoré-ből, de az elég meta most. De azért visszajövünk, Rashford, de újabb gól. 5-4. Gyerünk már, fiúk! Basz van!
Le van fosva a gyerek azért. Hogy ki lesz egyenlítődve a meccs. Mert már innen nem, nem cselék időm. Még itt lő egyet. Nem baj, amúgy szépen visszajöttünk. Most ezen a meccsen neki kedvezett a game. Meg nem figyeltem az rögött kettőt. Úgy könnyű köcsög. Na mindegy. Ennyi volt srácok az a esti stream. Holnap délután szerintem olyan egy órától vagy valahogy így találkozunk. Valószínűleg. Menj, streamben nyitjuk el a pakokat. A Rivals jutalomé. Jók lehetek srácok, holnap találkozunk, sziasztok, nézzetek meccset, szurkoljatok mindenkinek. Halli.